Így néz ki most a déli ipari park Nyíregyháza határában, ahová a várakozások szerint a következő években olyan világcégek fognak betelepülni, amelyek ezres nagyságrendben teremtenek új munkahelyeket. A kormány és a HIPA döntésének köszönhetően soha nem látott mértékű kormányzati támogatásból csaknem 192 milliárd forint értékben végzik el az ipari park fejlesztését, amely során kiemelt szerephez jut a környezetvédelem és a fenntarthatóság. A városvezetés az elmúlt 10 évben a Nyírség víz ZRT-vel közösen számos fejlesztést megvalósított, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az ipari park fejlesztésének első fázisa gyorsan le tudott zárulni. Galambos Sándor a projekt bemutató sajtótájékoztatón azt mondta, a város vezetése kezdettől fogva együttműködött a Nyírség víz szakembereivel, így minden szükséges feltételnek megfelelnek az elképzelések. Nyíregyháza vízellátását három víztisztítómű biztosítja. Kótai, a Paszabi, illetve a Nyírteleki vízműtelepről tisztított, illetve bejutatott víz. Ugye a Tisza vizei úgy került képbe, hogy a Tisza-Bercel határában felszíni vízkivételi mű kerül kialakításra, ott lesz egy felszíni víztisztító mű, és egy több mint 20 kilométeres vezeték révén tud bejutni Nyíregyházára, illetve Nyíregyházán belül pedig az ipari parkba kerül elvezetésre. Ez a víz hasonlóképpen lesz megtisztítva, mint egy ivóvíz, csak ugye ez egy felszíni vízből, és ugyanúgy, ahogy az országban van több helyen is, hogy felszíni víztisztító által előeltett vízből nyerik ki az ivóvizet, itt ugyanúgy tudjuk ezt biztosítani majd. Kovács Ferenc polgármester hangsúlyozta, a lehető legszigorúbb monitoringrendszert tervezték meg, amelynek egyik garanciáját az jelenti, hogy az ipari parkot a Nyír VV fogja üzemeltetni. A polgármester azt mondta, nem csak az ivóvíz, de a szennyvízrendszer sem fog találkozni a lakossági szolgáltatásokkal. Mi a szokatlan módon, mondták nekem, de a telek elővásárlási szerződésben rögzítettük azokat a környezetvédelmi engedélyhez szükséges paramétereket, amiket vállalnak a cégek. Ez vonatkozik a vízre, a szennyvízre, a levegőre, a talajvízre, tehát mindenre, zajra, úgyhogy ezzel ez egy teljesen szerződésben vállalt kötelezettség, ez egy garanciarendszer lesz annak érdekében, hogy ez ne zavarja a lakosságot. A szennyvíznél van még egy fontos dolog, a kettes telepünket, ipari parkot összekötjük, tehát nem csak az ivóvíz, a szennyvízrendszer sem fog találkozni a lakossági szennyvízrendszerünkkel. Ez természetesen több milliárdos fejlesztést is igényel. Az ipari park infrastruktúra fejlesztést két társaság konzorciumban valósítja meg három ütemben. Az első ütem közbeszerzési eljárásai 2024. februárjában zárulnak, a kivitelezés feladatainak elvégzésére 12 hónap áll rendelkezésre. Nagyon fontos, hogy az egy-egy város hogyan adoptálja a városba ezeket a befektetőket. Ugye ez jelent munkaerőt, jelent közműigényt, ivóvíz, csatorna és egyéb hálózati terheléseket, és hogy milyen feltételekkel létesülhetnek, és milyen feltételekkel működhetnek. Ha nem tartják be a feltételeket, akkor mi van? Hogy ezt akkor hogyan tud beavatkozni? Hogy előre tiszta játékszabályok legyenek és szigorúak. Ebben polgármester úr Pestig elhaladszóan akkurátus volt, és eleinte féltették is, hogy ezek a beruházásokat nem veszélyezteti-e az, hogy ő ennyire keményen tárgyal, most pedig más városoknak is azt tanácsolják, hogy hát akkor tessék úgy csinálni, akkor biztos, hogy a lakosságnak nem lesz problémája, mert igazából el tudja zárni a vizet, hogyha nem tartják a határértéket. Az ipari park fejlesztéséhez hozzátartozik a közúthálózat fejlesztése, amelynek keretében nagyszálláson körforgalom és kerékpáros út épül, de ugyancsak ehhez kapcsolódik távlati célként a Nyíregyházán kívüli körgyűrű befejezése, valamint a Debrecenbe vezető 4-es számú út 2x2 sávos bővítése. A témával jövő héten bővebben is foglalkozunk 35 perc című műsorunkban.